1965. augusztus 20-án avatták fel ünnepélyes keretek között az aditéri autóbuszállomást, amely jelentős változásokat hozott Szombathely és a város környék távolsági autóbusz közlekedésében. A helyközi autóbuszállomást ezt megelőzően a mai városháza helyén, a Bejci utcában működött, míg a helyi járatok a Rákóczi utcából indultak. Akkor, amikor a helyközi autóbuszállomás a Bejci utcából elköltözött ide az aditérre, azzal egyidejűleg a Rákóczi utcából a Bejci utcába került a helyi járatok végállomása, így az 1965. augusztus 20-i Szavária karnevál alkalmával már ott irányíthattam a helyi forgalmat. Pár hónappal az avatás után a helyi járatos buszállomás is az aditérre költözött, majd később részben az Éhen-Gyula térre. A tervek szerint a következő időszakban ebbe a térségbe költözhet az aditéri helyközi autóbuszállomás is, mivel a városi önkormányzat itt egy intermodális közlekedési csomópont kialakítását tervezi. Ez több lesz, mint egy egyesített busz és vasútállomás, ahol különféle szolgáltatásokat is igénybe vehetnek majd a város lakói, illetve az utazók. Ennek a projekt tartalma alapján a megvalósíthatóság egy olyan 5 milliárd körüli összegre rúg. Voltak ezek nagyobb számok is, mi is figyelünk arra egyébként, hogy tartalma tekintetében a célszerűség és az észszerűség keretein belül valósuljon meg a beruházás. Ugye a beruházás lényegi eleme az, hogy az autóbusz pályaudvar a kötött pályás közlekedéshez kapcsolódjon. A fejlesztés megvalósításához szükséges terület a város rendelkezésére áll. Most már csak arra várnak, hogy mikor nyílnak meg azok a pályázati források, amelyekből finanszírozhatják az intermodális csomópont beruházását.